32. rész. Tehetek még önért valamit? Nem, köszönöm szépen. Remélem élvezni fogja. Mindent köszönök. Nincs mit. Viszlát. 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 Ó, a nappali készen van. Csinos. Örülök, hogy tetszik. Még mindig duzzogsz. Minden szép lett és elkészült. Sanem, fejezd be a problémázást Jansuval. Nem én vagyok, aki problémázik. Amúgy meg, nem bocsátok meg olyan könnyen, mint te. Megértettem. Tehát jó ideig nem lesz béke a lakásban. Nem gondoltam, hogy ez neked probléma. Szinte soha nem vagy itthon. Miért is érdekelne téged, nem? Fogalmam sincs, hogy lyukad ki ide ez a beszélgetés, Sanem. De nekem erre nincs időm. Hüsznie asszony! Magunkra hagyna egy kicsit? Hogyne? Láttad, hogy hegyezte a fülét? Elképesztő. Igen, Haldun? Éppen arról beszéltél, hogy megint mire nincsen időd. Most mennem kell. Ezt a kellemes beszélgetést este folytatjuk. Napok óta nem beszéltünk. Már aggódtam érted. Néha az ember maga sem tudja, hogy jól van-e. Élek, és ez a lényeg. Veled mi újság? Feri miatt szomorú. Érthető. Végül is férjhez megy. Egy ilyen reakcióra... szégyelném azt mondani, hogy jól vagyok. Ezek után úgyis felszínesnek tűnnék. Ne aggódj, a világ legfelszínesebb férfiának tartanak. Akkor tévednek. Mert szerintem te csak elrejtőzöl. És elrejtőzni könnyű. Mit csinálsz? Ó, hát egy lány bejelölt, bár nem is ismerem. Eleinte figyelemelterelésként válaszoltam, de ma már sokat beszélünk. Örülök, hogy jól vagy. Kipróbálhatnád. Néha jó olyannal beszélni, aki semmit sem tud rólad. Bár nem tudom, miért mondok ilyet, amikor még velem sem beszélsz. Érdekes. Ha kibékültetek, miért ülünk külön? Menj oda hozzájuk, ha akarsz. Engem nem érdekel. Ne jázd már meg magad előttem. Nem értem. Haragszanak, mert te mutattad meg a cikket. Ne törődj velük. Engem se érdekelnek. Csicseri borsó rizssel és két tea. Köszönöm. Viszlát.
Vegyél te is! Itt is jól főznek. De kóstolnád meg édesanyám rizsét. Ahhoz képest ez semmi. Remélem... lesz hozzá szerencsém. Mehmet, olyan vagy nekem, mint egy testvér. Vagyis remélem. Figyelj! Szeretném megismerni Feriát. De nem olyan értelemben, nehogy félreértsd. Megkérted a testvérem kezét. Ez félreértés? Megkértem, de választ... azt nem kaptam. A kérdés a levegőben lóg. A szüleink beleegyeztek, de végeredményben Feriával kéne erről beszélnem. Tényleg nem értem, mi jár a fejében. Mi jár a fejében? Nem tudok megnyugodni, amíg nem tudom, mit gondol. De az ilyesmit nem az autóban, munka előtt kell megbeszélni. Szeretnéd elvinni valahova Feriát? A hagyomány szerint úgy illene. Találkoznunk kellene, mondjuk valamikor a hétvégén. Köszönöm, uraim! Szép munka volt! Köszönjük! Jól van, akkor viszlát! Nagyon szép lett. Lenyűgöző. Egészen más a hangulata. És milyen a takarító? Jól dolgozik? Hát nem igazán. Hallgatózik. Kíváncsi. És lassú is. Zerre után nehéz ám máshoz hozzászokni. De hagyjuk ezt a témát. Beszéljünk inkább másról. Elég ebből. Tülén, kérnék tőled valamit. Van egy púderszínű ruhaterved, egy ruha. Láttam valakin az egyik újságban. Ki volt az? Ki lehetett? A púderszín nagyon divatos mostanában, sokat használom. Melyik újság volt? Megkérdezem Jansut, ő biztos tudja. Abban volt, amelyikben Feria. Pelin iskolai bájára szánom. Szerintem nagyon illene hozzá. Egy kicsit alakíthatnád a korához. Persze, nagyon szívesen. Hozd azt az újságot, és derítsük ki, melyik volt az. Rendben. Ha elmegy a tanár, elkérem Jansutól, biztos tudja. Nem dob el magazint, gyűjtögeti. Amiben Feria volt, azt biztos elrejtette. Isten hozott, drágám. Jó napot. Gyere be, Jansu nem sokára végez. Nem lehet, mindjárt indulnom kell. Csak megint nincs nálam kulcs. Ha Nesrin szabad napon van, Lara elfelejti a kulcsát. Anya, nem jössz át? Nem találok meg semmit. Jól van. De azért gyere át később, rendben, Lara? Még nem láttad a lakást. Segítek neki, aztán visszajövök, jó lesz így? Rendben. Gyere. Ne legyen a nevem Zera, ha nem mentem meg a lányomat ettől a sorstól.
Nem adom nekik oda a kislányomat, dehogy az én egyetlen drágaságom, a gyönyörű kislányom. Ajajajaj. Nem volt egyszerű megjavítani a liftet. Jól elfáradtak a szerelők is. Zera, sírsz valamiért? Dehogy csak a hagyma. Amúgy sem számít, hogy sírok-e, mert így is úgy is szenvedek. De amikor főzöl, legalább van kifogásod rá. Mondd, már nem te takarítasz a 8-asban? Nem, felmondtam. Már más takarított, most láttam. Miért mondtál fel? Nem mindegy, csak felmondtam. Miért nem szóltál nekem? Mi történt velük? Mondd már el! Riza, mit tudom én? Magam sem tudom. Nem tetszett, eljöttem. Aj! Aj, nekem! Milyen mélyen belevágtál. Hajd, mintha érdekelne, hogy mi van velem, ugyan már. Hát persze, hogy érdekel. Nagyon fontos vagy nekem, mégis hogy mondhatsz ilyeneket? Ha az ujjam érdekel, a szívem miért nem? Riza, látod, hogy egy ekkora seb is mennyire tud fájni? De ahogy te a kislányomat egy idegenhez adnád, az nekem sokkal jobban fáj. Zera. Na, Riza, ha egy kicsit is szeretsz engem, a te rózsaszírom Zerádat, akkor ne erőltesd a dolgot, könyörgök. Ne tegyél boldogtalanná, Riza. Kérlek, Riza. Éjjet. Kár volt ezért, Zera. Nagy kár. Bár nem mondtad volna ezt. Amíg én tisztességet akarok nevelni a lányunkba, te azon gondolkozol, hogyan akadályozz meg benne? Csalódtam. Nekem teljesen elmentek itthonról. Nem is tudom, mire számítottam, tényleg nem. Ajajajajaj, most mi lesz? Túl korán jöhettünk. Nem baj, várunk. Levegőzzünk egyet. Nézd, ő kötekedett reggel Emirrel. Biztos Feri a sofőrje. Azt hittem, Feri apja gazdagabb. Oda néz, az a hotel autója. Tényleg? Nem értem, miért nem jön soha kocsival? Kérlek, hercegnő. Ő sosem vezet. Szóval ez az a híres egyetem. Legalább kívülről láthatjuk. Szálljatok be! Gyertek csak! Tessék! Apuci pénze a zsebükben. Az autó nekik játék. Mintha nem is tanulni járnának ide. Mi megküzdünk az élettel. Nekik mindenük megvan. Hagyd ezt, Mehmet. Ez a fajta élet úgysem nekünk való. Ezek azt hiszik, a zene meg a filmek a kultúra. Közben meg nem is ismerik a saját népük hagyományait. Felhívom Feriát.
Halló. Rendben, mindjárt megyek. Feria, hogy vagy? Jól, kösz, és te? Jól, köszi. Éppen sietek. Még dolgom van. Feria, nem az érdekel, hogy Emirrel hogy vagytok, oké? Az csak rátok tartozik, nem rám. És ne aggódj, most nincs velem. Már rég hazament. Kérdeznék valamit. Ma nem láttam Güncsét. Csak aggódom. Te beszéltél vele? Az apját műtötték. Holnap se jön be. Nem súlyos az állapota. De ha üzensz neki valamit, átadhatom. Nincs semmi. Majd veled beszél. Mi úgyse nagyon szoktunk. Jó, akkor szia. Jól van, szia. Ó, Sarafolu is megjelent. Régóta nem láttam itt, de úgy látom, nem változott sokat. Tetszik a műsor. Hello! Kértél, hogy szóljak, a híresség jön a terembe. Emir Sarafolu van itt. Küldj ide valakit fényképezni. Ez is kihűlt, Rizá úr. Hozzak újat. Jó napot kívánok. Jó napot. Jó napot, Rizá. Ó, jó napot, Julus. Foglalj helyet. Már hívni akartalak, Rizá. Beszélni szeretnék veled. Remélem, nincs gond. Azt hiszem, nem leszünk így jóban, Rizá. Ma történt valami sajnálatos. Jaj, ne ijeszges már, Yunus. Mégis mi történt? A feleséged ma beszélt Szerifével. Köszönöm. Sziasztok. Szia. Feria, csak egy percre. Én... Hát... Ezt neked szántam. Köszönöm. Nem is nyitod ki. Szeretem a pillangókat. Gyönyörű teremtmények. Aprók, törékenyek. Értem, és köszönöm. Nem ér fel hozzád, de ha hordanád, boldog lennék. Rendben van. Szia, Lara. Szia. Feria? Hm? Várj. Megbántottad Halilt? Ez honnan jött?
Miután reggel bevitt az egyetemre, egész nap rossz kedvű volt. Mehmet. Figyelj, együtt dolgozom vele, érted? Ha valami butaságot csinálsz, inkább szólj nekem, és felmondok. Elment az eszed? Nem érdekel, kivel dolgozol. Miért törüljek egy vadidegennek? Állj már le, Feria, nem így értettem. Figyelj, látott a sráccal? Csak nem bajba keverted, he? Te csak számon akarsz kérni engem? Ennyi az egész? Apa olyanhoz akar adni engem, akit nem szeretek. Te keverted bajba saját magadat. Amíg én bajban voltam, te mit csináltál, Mehmet? Semmi jogod nincs kioktatni. Senkinek nem panaszkodom, csak magamban bánkódom. Nézd már ránk! Úgy tűnik ez a szerelem. Ez van, barátom. Hát, ilyen az, amikor fáj az ember szíve. Még nem vagy hozzászokva. Én már jó régóta küzdök ezzel az érzéssel. Mikor kezdődött? Mikor kezdődött? Régen. Talán mindig is így volt. Amióta csak ismerem Handét. Próbálj megbeszélni vele. Fogalma sincs, mit érzel iránta. Na, hagyjuk is. Én többször próbáltam beszélni Feriával. Te viszont meg se próbálsz beszélni vele. Emir. Még ha Feria rád se néz, akkor is ismered. Szeret téged. Még ha nem is mond semmit, akkor is szeret. Én viszont ismerem Handét. És Hande nem szeret engem. Nem szeret. Elhagyjuk is. Üdv a klubban, haver! Üdv a klubban! Ne félj! Nem halsz bele. Csak nagyon fog fájni. Kislányom, ne sírj már, drágám, tönkre teszed magad. Ne sírj. Anya, én ezt nem bírom tovább, nem bírom. Csönd,
Hakkad, ne kiabálj! Apád meghallja, egész vacsora alatt nem szólt. Végig a gondolataiba merült, ne roncsunk a helyzeten. Nem érdekel, hogy meghallja-e, én ezt nem akarom! Hallgass már, ülj le és nyugodj meg egy pillanatra az ég szerelmére. Nem kell aggódni, majd én rábeszélem. Idővel lyukat beszélek a hasába, meggyőzöm az igazamról. Bízz az édesanyádban, kérlek szépen. Anya, nem kapok levegőt, amikor beszállok az autójába, amikor rá kell néznem az arcára, nem kapok levegőt. Megoldjuk, drágám, megoldjuk. Próbálj megnyugodni, kérlek. Bízz csak az édesanyádra, kincsem. Nem lesz semmi baj. Megoldom. Beszéltem ma Szerife asszonnyal. Ő megérti, amit mondok. Neki sem tetszik ám ez a házasság. Egyetért velem. Meg tudom győzni. Hidd el, meg fogjuk oldani. Zera! Látod, meghalotta. Mondtam, hogy halkabban jaj nekem. Oj, nyugodj meg, kérlek, ne rendezz jelenetet. Igen? Igen, Riza? A gyerekek előtt nem szólhattam. Hát te nem tartod semmire, amit én mondok neked! Mi... de hát mi történt? Ó, te ennyire haragszol rám, jól látom. Egy szó nélkül elmentél Szerifehez. Igen, elmentem. Miért tán nem szabad? Nem szabad! Csak azért, hogy megsértsd a családját. Nem látogathatod meg! Mi az, hogy megsértettem? Hát ezt meg kitől hallottad? Ha? Kitől? Amikor beszéltetek, azt sugaltad, hogy mi nem kedveljük a kisfiát. Megsértetted! Most elégedett vagy? Ezt akartad? Miket beszélsz? Nem mondtam ilyet, hogy nem kedveljük őt. Ezt honnan szedted? Még csak annyit sem mondtam neki, amennyit neked. Én csak annyit említettem neki, hogy... a lányunk fiatal, és hogy még tanul. Csak ennyit mondtam, ha? Képes voltál a képembe hazudni, Zera. Amíg mindenki elhajtotta a fiadat, mert nem bíztak meg benne. Ők munkát adtak neki. Ráadásul megkérték a lányod kezét is. Erre te odamentél, és sértegetted őket. Van bármi fogalmad róla, hogy milyen helyzetbe hoztál engem? És te engem azzal, hogy odaadod a lányomat, ha? Törődsz azzal, hogy mit ér ez a lányod? Riza az ég szerelmére. Nem is ismeri a fiút, nem szereti. Én is fiatalon vettelek el téged. Te ismertél engem? Te talán szerettél Zera? Hát neki is ez a sors jut, Riza. Szenvedje el, amit az anyja? Így látod. Szeretnéd, ha más lenne. Elfelejtetted, mit írtak róla abban a magazinban, Zera? Nem emlékszel? Ezzel tölti a lányod az idejét. Így legyen más, mint az anyja. Ha? Még mindig részeg vagyok. Mondtam, hogy szenvedni fogunk. Jó tanulást, Feria. Köszönöm, jó munkát. Feria sofőrje nem semmi. Talán nem is a sofőrje, inkább a testőre. Ja, talán megunta, hogy koslatnak utána, igaz? Hande, fogd be a szád!
Mi van? Mi lepett meg? Azért beszélhettél így velem, mert megengedtem. De mostantól nem fogom. Ezt hogy érted? Mostantól erre számíts. Emir, ugye tudod, hogy velem beszélsz? Ki vagy te, Hande? Kinek képzeled magad, hogy így beszélsz velem? Eddig mindent elnéztem neked. Emir, nyugi már, elég. Nem elég. A kisasszonyt is bántsa meg valaki, ne csak fordítva. Rajtam töltött ki, hogy Feria dobott. Én ezt nem hallgatom. Gyere, Nehir! Hé, fél órája keresek egy töltőt. Nem volt másik takarítónő? A ruháim is máshol vannak, a könyveimet is átpakolta. Beleőrülök. Egy nap alatt nem lehet megtanulni egy ház rendjét. Idővel belejön. Szóval az én hibám, hogy Zera felmondott, de most mégse zavar. Jansu, hol van az a magazin, amelyikben Feria van? A szobádban? Kidobtam. Kidobtad? Igen, na és akkor? A párnám alatt kellene tartanom? Miért lett ez hirtelen fontos? Jól van, nem kell kiabálni. A régieket se szoktad kidobni. Csak meglep, hogy pont az nincs meg, amelyikben Feria volt. Na tessék, miért kell mindent megmagyaráznom? Jansu! Ne menj a szobádba! Átjönnek Laráék. Ülj le, várd meg őket. Nagyon kíváncsi lennék, Tülin asszony, mivel veszi rá Larát, hogy átjöjjön vendégeskedni. Utána hiányoztam egy órán. Ezt a részt már értem, itt új anyagba kezdtünk. És ezt azt hiszem, hogy nem pontosan értettem, de szerintem el fogom tudni magyarázni. Akkor a jövő héten. Igen. Igen, de ezt a tételt nem pontosan értettem én sem, úgyhogy... Szörnyű, szörnyű, hová fajul a világ? Elképesztő, mik vannak. Te jó ég! Hallgassa meg! Elég a hisztériából! Hallgassa meg! Hallgassa meg! Hallgass már! Nem veszed észre, az asszony beszélt! Csönd legyen! Ha te kérem! Hé, hát mit tehetne szegény asszony? Mit tehetne? Legalább hallgassa meg! Zera asszony, nézi az ilyesmit! Jaj, dehogy is, csak be volt kapcsolva, és belenéztem, nem? Exhibicionizmus. Ennyi az egész. Hely, micsoda nagy szavakat használ. Szegény emberek, azért szörnyű sorsuk van. Érdemes lenne tanulmányt írni ezekről. Nagy része hazugság. Generált katasztrófák. Azt mondja, ilyen nem létezhet, hogy ők mind hazudnak? Igen. Az ostobaság mindig tragédiát szül. De az a sírás, amit itt művelnek, nem is őszinte. Na és ha sírnak? A négy fal között nem mondhatnak semmit, vagy nincs, aki meghallgassa őket. Talán ezért viselkednek így, kiöntik a lelküket. Bárkivel megeshet, a balsors nem válogat. Ugyan, Zera asszony, félrevezetik ezzel. Micsoda? Érzelmileg hatnak. Próbálják bevonni, megríkatni önt. Próbálják csak. Úgyis csak magamban sírok. Az én könnyeim senkire sem tartoznak. Nem úgy van az. Nem érdekel az új nappaliuk. Ne csináld már ezt, Lara, csak egy fél óra, kérlek! Jaj, anya, tudom, mit akarsz elérni. Odaítélem neked a legjobb szomszéd díjat.
de annyira unom már, hogy Jansuval kell lennem. Lara! Mindenki lehet boldogtalan. Az a baja, hogy mindig otthon ül. Bele fog őrülni. Engem meg a sírba visz, olyan unalmas. Jól van. Ha nem akarsz jönni, akkor ne gyere. De nem vártam tőled ilyen viselkedést. Az olyan elkényeztetett barátaidnak is segítesz, akik megbántottak. De Jansut meg magára hagyod, csak mert gondjai vannak. Ha neked jó így, akkor maradj. Jaj már, anya. Nem kell jelenetet rendezni. Jó, átmegyek. Mehmet, megyek imádkozni. Te nem jössz? Kiírjuk az ajtóra. Mármint minden pénteken kiírod, hogy imádkozni mentél? Igen, nálunk ez a szokás. Értem, hát most nem megyek, elnézést. Jó imádkozást. Én a raktárban leszek. Hát ez ügyes volt. Becsületesen imádkozik. Erre én jól kinevettem érte. Jó napot! Jó napot! Na hát, de aranyos! Gyönyörűek ezek a minták. Igen, tegnap jött. Csodaszép! A virágosak mind népszerűek. Tudom, minden színben megvan. Ezekkel nem tudsz újat mutatni. Akkor keresek másik típust. Milyen aranyos! Azt hittek, csak egy vásárló vagyok, ugye? Az út túloldalán lévő üzletben dolgozom. Szeher vagyok. Mehmet. Örvendek, Mehmet. Megint kiégett az égő a boltban. Igaz, te erről nem tudhatsz. Állandóan kiég az egyik égőnk. Úgyhogy ott maradtam egyedül a sötétben. A létre a raktárban van a sötétben. Arra gondoltam, elkérem a tiéteket. Már ha nem túl nagy gond. Hogy ne, mindjárt hozom. Jaj, köszönöm. Halil nincs itt, ugye? Minden esetre sok sikert a munkához. Ez az első napod? Nem. Egy hete vagyok itt. Akkor nem sokat mászkálsz odakint. Mindenkit ismerek a környéken. Gyakran beülünk ide a közeli cukrászdába. Aztán mindent alaposan megbeszélünk. De téged még sosem láttalak ott. Emlékeznék rád. Általában a boltban vagyok. Tessék. És? Nagyon drága vagy. Mit gondolsz, hogy vinném át egyedül ezt a nagy létrát? Ha már úgyis felhoztad nekem, akár fel is kaphatnád és segíthetnél cipelni. Segítesz, ugye? Csak azért kérem ám, mert úgy látom, nagyon jó erőben vagy. Nézd, ott van a bolt a túloldalon. Tudsz nekem segíteni? Persze, hogy ne. Zera asszony, azon gondolkodom, nem bántottam meg, ugye? Ne aggódjon. Ilyen könnyű megbántódni. A szívet egy óvatlan szóval akaratlanul is megbánthatjuk. Néhányunknak erős a szíve. Nem sérül meg olyan könnyen. Hiába bántják, mindent el kell viselnie. Ugyan, kérem, ne törődjön ezzel. Zera asszony, látom, most megnyugodott. Minden rendben van? Úgy látja, sok gondom van, igaz? Kérem, ne értse félre. Tudom, hogy nem beszédes. De ha gond van, kérem, mondja el, hadd segítsek. Vannak olyanok, akik megnyugszanak, ha beszélnek. Mások viszont inkább magukban tartják az ilyet.
Bármi legyen az, amit nem árul el. Még ha meg is ríkatja önt, nem pusztíthatja el a reményt. Amíg megvan önben a remény, bármilyen gondot megold, Zéra asszony, higgy el. Szangképeden imdészöntöm, jüreim koparılmış, unutulmamış virán düşlerim. Yenilmedim daha hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı. További magyar hangok: Dekár Adrien, Herman Lilla, Timon Barnabás, Berkes Boglárka, Petridis Christos, Laudon Andrea. Magyar szöveg: Gál Noémi. Hangmérnök: Nagy Márk. Gyártásvezető: Boskó Andrea. Szinkronrendező: Bartuc Attila. A szinkron a TV2 csoport megbízásából a Pannóniában készült 2018-ban. Produkciós vezető: Kovács Anita. Kilidini sal uzaklara bulunmasın bir daha. Esaretin böylesi makbul anlasana.